Kihasználva a válogatottak mérkőzései miatt elrendelt bajnoki szünetet, Dunaszerdahelyen a szlovák élvonalban bronzérmes Dac otthonában játszott barátságos mérkőzést a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A két klub vezetősége régóta jó kapcsolatot ápol, a sepsiszentgyörgyi stadion világító berendezését például a dunaszerdahelyiek ajándékozták a háromszékieknek. Ennek ellenére most először játszott egymás ellen a két csapat, igaz hiányosan, mert a válogatott játékosok nem lehettek jelen. A mérkőzés az OSK 3-2-es sikerével ért véget. A vezető gólt Prosser szerezte, szünet előtt egyenlítette a Dac. Aztán a második félidőben Hadnagy és Tandia két találatára már csak egyszer tudtak válaszolni a házigazdák. A mérkőzés a dunaszerdahelyi MOL labdarúgó akadémia megnyitójának ünnepség sorozatába illeszkedett. Az ötödik helyen végzett a sepsiszentgyörgyi Ince Krista Bukarestben rendezett U23-as birkózó világbajnokság 62 kg-os női súlycsoportjában. Az addig hibátlanul menetelő birkózót az elődöntőben a későbbi győztes japán Kawai Yukako állította meg, majd a bronzmeccsen a mongol Gantuya Engbától kapott ki szoros meccsen. Kétszer nyert a vízilabda Superliga 5. kettős fordulója keretében a marosvásárhelyi VSK a kolozsvári Poli ellen. Az első meccsen a végén húzott bele a házigazda csapat és győzött 9-4-re, míg a másodikon gyorsan megnyugtató előnyre tett szert, de a végére a kolozsváriak felzárkóztak, így lett 9-6 az eredmény. Várakozáson felül teljesít az idén alakult Marosvásárhelyi VSK felnőtt vízilabda csapata a Szuperligában, ahol eddig 6 győzelmet és 4 vereséget gyűjtött. A Kolozsvár elleni sikerek ennek dacára nem tették nagyon boldoggá Edward André edzőt, aki sokkal magabiztosabb győzelmeket várt volna el a csapatától. A kolozsvári Poli eddig ugyanis minden meccsét elveszítette. Nagyon elégedetlen vagyok, mert a kolozsvári Poli egy fizikailag sokkal kevésbé felkészült csapat, mint a Marosvásárhelyi. Győztünk, igaz, és megvan a 6 pont, ami számít a bajnokságban, de nem tetszett, ahogy a fiúk játszottak. A marosvásárhelyi csapatban több olyan helyi játékos található, akik felnőtt klub híján eddig máshol vízilabdáztak és az idei bajnokságra tértek haza. Közöttük van az éppen Kolozsvárról érkező Krisztián Róbert András. Nincsenek azonban egy teljes csapatra valóan, így ki kellett egészíteni a keretet, ami magyarázatot adhat arra is, hogy mi teszi elégedetlenni az edzőt. Az edzőnk nem túlzott boldogságatán abban látszik, és abban rejlik, hogy vannak gondok a védekezéssel. A védekezéssel, a támadásban is vannak gondok, persze legfőképpen azzal van a gond, hogy nincs összeszokva a csapat. Tehát a csapat háromnegyede bukaresti, és mi pedig a keves kisebbik része vásárhelyek vagyunk. És nem tudjuk megoldani a közös edzéseket. Most egy pár hétre ide költözik 4 bukaresti, ezzel talán majd jobban előre visszük a csapatot. Hosszú távon persze az a terv, hogy a helyi utánpótlás nevelésből származó pólósokkal kiegészült csapat ismét a dobogóért szálljon versenybe, mint a Sportág Marosvásárhelyi fénykorában.